Bizony egyre inkább közelednek a talajmenti fagyok és a ködös reggelek, ahogyan egyre távolabb hagyjuk magunk mögött a nyarat. A személygépjárművek esetében is időben el kell kezdeni a téliesítést, hiszen van néhány fontos dolog, aminek eleget kell tenni, elsősorban a saját biztonságunk érdekében. A gépjárművet az őszi átállásnál át kell nézni. Amit nagyon fontos cserélni, az a téli gumira való átállás. Most van időszak, jó ideje mindenkinek, hogy foglaljon időpontot egy gumisnál, mert ugye ott olyankor már sor szokott lenni. Ablakmosó folyadék cseréjére is kiemelném a... Én teszek hangsúlyt, mert ilyenkor belefagyhat már reggel. Reggel, mikor indulunk el, ugye egy vékony cső vezet az ablakmosó nyílásához, az biztos, hogy át fog fagyni, nem fog reggel működni az ablakmosó folyadék, és nagyon fontos a fagyállónak az ellenőrzése, illetve a szükség esetén cseréje, hiszen az is előírásnak megfelel, most már 3-5 évente cserélni kell, hiszen korróziót okozhat a fagyálló folyadék a motortérben. Ez a három alapvető dolog, amit fontos kicserélni, illetve a jármű megfelelő műszaki állapota. De nem csupán a gépjárműveket kell megfelelő állapotba hozni, hanem a sofőröknek is fejben ott kell lenni, hiszen másfajta vezetési stílust és fokozottabb odafigyelést igényel a téli vezetés. Az út és látás viszonyokra, ugye ilyenkor még nincs gond, hiszen nincs köd, nincs pára lecsapódás, még ugye nem volt, bár a héten már mértünk 0 fokot is. Nagyon figyelni kell arra, hogy hidakon, felüljárókon, erdősávval védett utakon a pára sokkal könnyebben lecsapódik, és akkor csúszósá válhat az úttest. A balesetek ugye általában ilyenkor, mikor bejön a hirtelen váltás, akkor szoktak előfordulni, hiszen mindenki még a nyári stílusában vezet, hát ez egy kicsit ilyenkor óvatosabban kell vezetni, és annak megfelelően közlekedni. A téli gumi használata törvényileg kötelező több európai országban. Többek között hazánk 6 szomszédjánál is, vagy a közlekedési viszonyok függényében, vagy pedig meghatározott időintervallumban. Így a határátlépések idején erre is figyelmet kell fordítaniuk a sofőröknek. Hazánkban ez nincs így, azonban baleset esetén vizsgálattárgyát képzi a gumi miensége, illetőleg a hólánc megléte.